A budapesti gazdasági turizmus a gazdálkodási alap nyilvános, ünnepi, közgazdászható, diplomaosztó, tanácsülés, valamennyi részvevőjén mindenek előtt a közgazdász jelölteket, szüleiket, hozzátartozóikat, tanult oktató és nem oktató munkatársait. Alászegület főiskolai tanár vagyok, a gazdálkodási tan az alegyeztekéken. Valamennyi jelenlevő nevében tisztelettel köszöntöm az ünnepi tanácsülésünket jelenlétükkel megtisztelő Zalaegerszeg megyei jogú város oktatásügyének irányítójaként Balai Zoltán urat, Zalaegerszeg megyei jogú város alpolgármesterét. Gazdálkodási kar Zalaegerszeg évente kétszer szervez szállóistákat, minden év januárjában és júniusában. Januárban 44 alapképzéses hallgató kapott diplomát. Ennek a szemeszternek végén az alapképzésben résztvevő hallgatók közül nappali tagozatos munkarendben 2 gazdálkodás és menedzsment szakos vállalkozás szakirányú, 4 fő gazdálkodás és menedzsment szakos szolgáltatás menedzsment szakirányú, 1 pénzügyi számítás szakos pénzügy szakirányú, 4 pénzügyi számítás szakos számítás szakirányú hallgató, míg távoktatási, illetőleg levelező munkarendben 4 gazdálkodás és menedzsment szakos vállalkozás szervező szakirányú és 9 pénzügyi és számítás szakos számítás szakirányú végzett hallgató bárja közgazdás szavatását. Az zalaegerszegi felsőoktatás történetében most először kapják meg oklevelüket első mesterképzésben végzett hallgatói. A Magyar Akkreditációs Bizottság feljogosította a Budapesti Gazdasági Főiskolát egyetemi szintű, tehát mesterképzéses oklevelek kiadására. A gazdálkodási kar Zalaegerszeg 2 évvel ezelőtt kezdte el a pénzügyi számítás szakos hallgató MH szintű képzését, ebben a csoportban régebben Zalaegerszegen alapképzésben oklevelet szerzett közgazdászok mellett más egyetemen, illetve főiskolán bachelor szintű okleveleiket emelték magasabb egyetemi képzettséget tanúsító szintre a hallgatók. Ebben a vizsgőidőszakban 14 mester hallgató végzett pénzügyszak, vállalati pénzügyek specializáció. Ezen kívül 4 hallgató